Mi Hazánk Mozgalom parlamenti frakciója tegnap délután egy törvényjavaslatot nyújtott be, és ma délelőtt pedig egy határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlés számára, és ezzel a két javaslatunkkal kezdeményezzük a jelenlegi választási rendszer módosítását. A mostani választási rendszer mind a fővárosban, mind pedig az országgyűlési választások során rendkívül igazságtalan, aránytalan, antidemokratikus, nem a demokratikus pluralizmust, hanem a két pártrendszer, a két nagy tömb, tehát a Fidesz és a balliberális tömb hatalmának fenntartását, a különböző politikai mutyikat szolgálja. Mi ezzel a két javaslattal színvallásra akarjuk kényszeríteni valamennyi parlamenti pártot. Egyelőre Karácsony Gergely az, aki szint vallott tegnap este, amikor ordinári módon megtámadta különböző gusztustalan kifejezésekkel illette a Mi Hazánk Mozgalmat. Ezzel ő bebizonyította, hogy a Fidesz oldalán áll, hiszen ezeket a módosításokat a fővárosi önkormányzati választási rendszerrel kapcsolatban is a Fidesz hozta, tehát Karácsony Gergely nem akarja módosítani azt a Fidesz által a főváros esetében 2014-ben életbe léptetett módosítást, ami teljesen egyértelműen a Fidesznek, illetve a balliberális nagy pártoknak az érdekeit szolgálja. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy amikor a Fidesz 2012-ben az országra vonatkozóan, 2014-ben pedig a fővárosra vonatkozóan módosította választási rendszert, akkor ezt nem csak egyoldalúan tette, hanem nyilván annak érdekében, hogy a saját hatalmát, vagy a vele együttműködő egyéb pártok hatalmát fent tudja tartani. Ezért volt célja a Fidesznek az elmúlt évtizedben ezt a választási rendszert fenntartani. Ugyanakkor nézzük, hogy ez mennyire arányos és mennyire igazságos. Ugye a főváros esetében azt látjuk, hogy a fővárosi közgyűlés 33 tagja, ugye úgy áll össze a főpolgármester mellett, hogy mindössze 9-en képviselik a választói akaratot, tehát ők azok, akik a listák alapján kerülhetnek be a fővárosi közgyűlésbe, és ott ül mellettük minden kerületi polgármester, akik gyakorlatilag így többséget képeznek a 33 tagú közgyűlésben, tehát ők tudják uralni ezt a közgyűlést. Így vagy nincs értelme a közgyűlésnek, hiszen semmi másra nem szolgál, mint különböző politikai zsarolások és alkuk terepe, vagy akkor tegyük igazságossá, mi azt gondoljuk, hogy a 2014 előtti állapotot kell, tehát a Fidesz beavatkozása előtti állapotot kell visszaállítani, amikor tisztán listás, tehát arányos választási rendszerben választották ki a fővárosi közgyűlés tagjait. Ami az országgyűlési választásokat illeti, és ezt a most ma reggel beadott határozati javaslatunkat illeti, azt is tudjuk, hogy a Fidesz szintén ugye az elmúlt 13 év alatt, ugye egészen pontosan a 2012-es törvénnyel megváltoztatta az országgyűlési választásokra vonatkozó választási rendszert is. Itt két nagyon-nagyon fontos elemet emelnék ki ebből a változtatásból. Az egyik, hogy átrajzolta a választókerületeket, nyilván a saját szája íze szerint. A másik pedig, hogy a töredék szavazatokkal a győztest segítik, ami szintén elfogadhatatlan. Ez az a politikai választási rendszer, ami a Fidesz 13 éve a kétharmadhoz segíti, miközben valójában a legtöbb választás 2010 óta úgy zajlott le, az országgyűlési választásokról beszélek, hogy még az 50%-ot sem érte el a Fideszre a választópolgárok által leadott szavazatok aránya. Tehát ez azt jelenti, hogy 44,5%-os szavazati aránynál a Fidesz a mandátum kiosztásoknál már kétharmadot kaphatott. 13 éve ez a választási rendszer garantálja a Fidesznek a kétharmadot. Mi ezt teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, ezért ragaszkodunk hozzá, hogy mind a fővárosban, mind az országgyűlési választások esetében állítsák vissza a korábbi választási rendszert, illetve az országgyűlésre vonatkozó határozati javaslatunkban szerepel az a modell, ami arról szól, ugye megint csak egy arányos képviseletet tenne lehetővé, hogy az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők számával a mandátum kiosztásoknál a mandátum szám csökkenne, tehát itt is a pártokra leadott szavazói akarat tükröződne a parlamentben. Ez egy sokkal demokratikusabb, ahogy az előbb fogalmaztam, demokratikus pluralizmust segítő elképzelés lenne. Lehet erre, hogyha nemzetközi példát akarok mondani, a német modell, a németországi modellt hivatkozásképpen megjelölni. Igen, gyakorlatilag a mi határozati javaslatunk a német modellt venni át, ami egy sokkal igazságosabb
választási rendszer lenne, és azonnal megszüntetné a Fidesz kétharmadát. Mi ezzel a két javaslattal és ezzel a hát nem szokmányos módszerrel, ahogy az előbb fogalmaztam, színvallásra kényszerítjük az összes parlamenti pártot. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki az, aki tényleg demokratikus pluralizmust, arányos és igazságos választási rendszert akar. Volt már az elmúlt 13 évben ilyen jellegű kezdeményezés ellenzéki oldalról, de azt nem lehetett komolyan venni, hiszen azzal, hogy összeül egy-két ellenzéki párt, és azt mondja, hogy ő igazságosabb választási rendszert akar, attól még nem fog történni semmi. Most viszont két olyan parlamenti javaslattal álltunk elő, amiről dönteni kell. Minden parlamenti pártnak el kell mondania és szavaznia kell majd a mi általunk beterjesztett javaslatokról. Szeretném még azt is hozzátenni, hogy a Mi Hazánk mozgalom csak abban az esetben támogatja a választási rendszer megváltoztatását, hogyha mind a két területen a megváltoztatásra sor kerülhet, tehát mind az országgyűlési választásokra vonatkozóan, mind a fővárosi önkormányzati választásra vonatkozóan. Ha csak az egyikben tud a parlament közös nevezőre jutni, akkor a másikat mi nem fogjuk támogatni. Ez azt is jelenti, hogy akár a javaslatunkat vissza is vonhatjuk. Itt a következő napok, következő hetek fogják megmutatni, hogy van-e a realitása annak, hogy tudunk változtatni a választási rendszeren, tudjuk igazságosabbá tenni, fel tudjuk számolni akár Budapesten Karácsony Gergely monopóliumát vagy diktatórikus hatalomgyakorlását, és a Fidesz országos kétharmadát diktatórikus hatalomgyakorlását. Ez tehát a következő napok, következő hetek során ki fog derülni.